Mit tegyünk, hogy elkerüljük a súlyos sérüléssel járó gyermekbaleseteket? Na, gyerünk, Áron, megjöttünk. Na, gyerünk, szajgázunk egyet. Gyere! Apa, bukó? Hát, ebbe a melegbe én biztos nem veszem fel, de akarod, vedd fel. Ott van a hátsó ülésen. Gyermeked biztonsága a te felelősséged. Gyermekkorban, különösen kisgyermekkorban a fejsérülés nagyon gyakori. Minden harmadik orvoshoz forduló gyermeksérült esetén a fej is sérül. Magyarországon több mint 7000 kórházi felvétel történik emiatt évente. Szerencsére a súlyos koponyasérülés ehhez képest ritka, viszont ezeknél a gyermekeknél akár egész életükre kiható súlyos idegrendszeri károsodás, bénulás, rokkantság alakulhat ki. Sőt, akár meg is halhatnak. A tragikus végű gyermekbalesetek háromnegyedében a halál oka az agysérülés. Bukósisak viselésével ezek nagy része elkerülhető. Vizsgálatok szerint például a kerékpározás közben szerzett agysérülések 90%-a megelőzhető. Ezért ne feledd! Minden nagy sebességgel járó sporttevékenység, kerékpározás, síelés, snowboardozás, görkorcsolyázás, rollerezés, lovaglás közben elengedhetetlen a bukósisak használata. Mindig jó minőségű, megfelelő méretű és kialakítású, a gyermek számára komfortos bukósisakot válasz. Ne kövesd el azt a hibát, hogy kicsit nagyobbat veszel, mert majd belenő. Olyat vegyél, ami most jó. Felhelyezéskor a következőkre figyelj. Állítsd be a megfelelő méretet úgy, hogy a sisak alja elől a szemöldök felett 1-2 cm-rel legyen, és ne csúszkáljon se hátra, se oldalra. A hevedereket megfelelően húzd meg úgy, hogy a V-alakú pánt közvetlenül a fül alatt végződjön. Használat közben az áll alatti csat mindig legyen bekapcsolva. Kérd meg gyermeket, hogy így rázza meg a fejét. Ha a sisak lötyög, csúszkál, akkor az nem jó. Állítsd újra, vagy válasz másikat. Egészen kicsi kortól szoktasd rá a gyermeked a bukósisak használatára, és tanítsd meg, hogy ez miért fontos. Engedd, hogy matricákkal, rajzokkal, díszítésekkel egyedivé tegye. Szívesebben hordja majd úgy. És viseld te is, hogy jó példát mutass. Ne feledd! A bukósisak a súlyos agysérülés esélyét csökkenti, de a balesetet nem előzi meg. Gyermekedet ne csak kerékpározni tanítsd meg, hanem kerékpárral biztonságosan közlekedni is. Utcára, forgalmas területekre csak hosszas felügyelet melletti gyakorlást követően a megfelelő ismeretek megszerzése és az egészséges félelemérzet kialakítása után enged. A kerékpár műszaki állapotát, a fékeket, a fényvisszaverőket és a világítást is rendszeresen ellenőrizd. Gyermeked biztonsága a te felelősséged. Ha megtörtént a súlyos baleset, kérj segítséget, hívd a 112-t. Készült a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat közhasznú alapítvány megbízásából. Kérjük adója 1%-ának felajánlásával segítse munkánkat. Az oktatófilm sorozatot támogatta a Magyar Fejlesztési Bank.